Velem szembe Dombi, vagyis hát Dombóvári István, itt nagyon jól ismerhetünk különböző színpadokról, egy nagyon humoros ember, viszont az is kiderült, én megmondom őszintén, az Újságmúzeum egyik posztja alatt fedeztem föl a bejegyzését pár hónapra ezelőtt, és nagyon büszke voltam rá, hogy ő is hozzá kommentál a cikkekhez, és hát beszélgettük, és kiderült, hogy egy nosztalgikus ember, aki mondhatjuk azt, hogy egy értékmentő, de erről az oldaláról nem nagyon ismerjük. Tehát mesélj egy kicsit erről az oldaladról is, amit így nem ismerhetünk annyira. Szervusztok, Dombóvár István vagyok, és köszöntöm az Újságmúzeum olvasóit. Igen, hát ha nem is értékmentő vagyok, bár nagyon szép és jól hangzik ez a dicséret, de mindenféleképpen fontos számomra a közelmúlt, a régmúlt, színpadi, filmes értékei, és a színészeink, művészeink nagyjai, akiről ma már egyre kevesebb szó esik a sajtóban és a televízióban, és mindenféle orgánumon. Úgyhogy ezért örültem neki nagyon, hogy az Újságmúzeum egyáltalán létrejött, és nagyon örülök így az alkotó nevében is, hogy ilyen sokan szeretitek, megosztjátok, figyelemmel követitek. Ezáltal ti is hozzájárultok, hogy az igazi művészeink, az igazi értékeink tovább éljenek velünk, és majd a mi gyerekeink és az unokáink is tudjanak róluk. És szerethessék őket úgy, ahogy annak idején mi szerettük őket. Jól tudom, hogy korábban volt egy, nem is próbálkozás, volt egy létező rovatod, ahol emléket állítottál korábban nagyságainknak a Facebook oldaladon. Igen, évekkel ezelőtt megpróbálkoztam én is valami hasonlóval. Az volt a címe a rovatnak, hogy Kéretlen kultúrmisszió. Kiválasztottam mindig valami régi jó videót, sketchet, amiben már köztünk régóta nem élő művészek szerepeltek. És megmondom őszintén, az én oldalamon ennek nagy foganatja nem volt. Tőlem jellemzően inkább a vicces, humorosnak szánt dolgokat veszik el az én kedves követőim, úgyhogy felhagytam ezzel, de nagyon örülök, hogy ezt az ötletet te kitaláltad, megcsináltad, és úgy csináltad meg, ahogy ez egy nagyon fontos dologhoz méltó. Hát elpirulok, de ennél fontosabb azért a te személyed. Van kedvenc filmed? Hát gondolom, hogy van. Sőt, ha beszéltük róla, hogy hangulatfüggő, hogy éppen milyen filmet nézel meg. Mi volt az utolsó régebbi magyar film, amit láttál? Több régebbi magyar filmet is megnéztünk. Láttam a Turnét, pontosabban többször újra szoktam nézni. Azért elkerülhetetlenek az Ötvös Csöpi filmek. Az Árvácska volt az első, amit gyerekként láttam. És egyik legfontosabb alkotás, amiben megegyeztünk mind a ketten, az Ötödik Pecsét című Fábri Zoltán film, amit most restauráltak egyébként újra, és mai szemmel is kitűnő, zseniális, és olyan igazi, hatalmas, pótolhatatlan színészek szerepelnek benne, mint Bőze Lajos, Márkus László, és pici szerepben már, ahogy a nagyok mondják, pici szerep nincs, csak rossz szerep, Latinovics Zoltán. Az Árvácskát azt elmesélted nekem a felvétel előtt, tehát ez zseniális történet. Elmondod a többieknek is? Amikor az Árvácska című filmet láttam gyerekként, egy vándor mozigépész vetítette le nekünk egy igazi mobil filmes vetítőgéppel. És aki látta, azt tudja, a többieknek higgyék el. Az utolsó jelenete ennek a filmnek az, hogy a főszereplő kislány, az árva kislány magára gyújtja a tanyát. És hiszitek vagy nem, ennél a jelenetnél a vetítőgépben valószínűleg megszorult a film, és kigyulladt. Tehát amikor Csőre, a főszereplő felgyújtotta a tanyát, akkor felgyulladt maga a film is. Éreztem a szagokat, meg volt egy látvány, úgy összegyúródott a fejembe ez az audiovizuális élmény, hogy simán elképzelhető, hogy ennek a személyiségbeli torzulásnak, amire az egész karrieremet építettem, komoly szerepe van ebben. Ez végszónak is tökéletes, köszönöm szépen! Köszönöm, olvassátok tovább az Újságmúzeumot!